Üdvözlöm, Hare Krishna, kedves bakták, kedves bakti, nem, védikus filozófia csoporttagok, és ma folytatjuk a témánkat, amit már elkezdtünk, Srimad Bhagavatam első versről, első, második mondjuk így a sorról. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Janmadesaitaha, Itaratás, itt csak bígja szvarát, ez az. És akkor ugye ez egy meditációnak a bevezetése, mert az egész Srimad Bhagavatam ezzel kezdi, hogy már mondtam, hogy tanuljunk gondolkodni Istenen, Krishnán, és végül, amikor a vége lesz a Bhagavatamnak, a tanításának, akkor már bent kellene a meditációba, és mivel ez a témába bevezetés, ez az első vers, hogy itt csak Istenről lesz szó, és melyik Istenről? Múltkor első sorról, mikor beszéltünk, akkor arról volt szó, hogy Om namo Bhagavate Vasudevaya, hogy én ajánlom tiszteletes hódolatomat az Istenség legfelsőbb személyiségének, Bhagavan, aki Vasudevaya, aki Vasudevnek a fia. És most mondja, Janmadesaitaha, most következő, amit mond, hogy ő minden teremtésnek okának az elsődleges oka, és itt pont kezdődik, hogy mi az Isten természete. Mert általában emberek között van sok vita, vagy vélemény, hogy Isten a világ, Isten teremtő atya, és itt mondja, igen, ő minden teremtésnek az oka, de ugyanakkor ő Vasudevnek a fia. És általában ezt, amit nagyon nehezen értenek a filozófiák, főleg még a keleti filozófiában is van ilyen, hogy gondolják, hogy vagy Isten ez a világ, de akkor ami valakinek a fia, az már Istennek a kiterjedése, nem az eredeti, de itt mondja, nem, mi most beszélünk az eredeti Istenről, aki egyszerre és egy időben ellenmondásokkal rendelkezik, és ezek az ellenmondások, ez pont úgy mondják, hogy acsintya shakti, ez az energia, ami felfoghatatlan és ne összeférhetetlen aspektusokat ennyit tud rakni. Mert akkor lehet kérdezni, hát akkor várja, hogyha Krishna Isten valakinek a fia, akkor hogyan teremtette? Vagy először megteremtette, utána megszület fiánként? Vagy ellenmondás? És ezért ő Isten, mert erre képes, és ez a csodálatos benne, hogy ő egyszerre mindenre képes, és erről fog beszélni, vagy erről beszél a Srimad Bhagavatam, erről tanítja. És utána majd folytatjunk, csak egy pár szót volt erről. Jó, köszönöm szépen, és remélem, hogy mindenki jól van. És Hare Krishna!